Fennakadás nélkül haladnak a munkálatok a 38-as főút mellett. Bár a gépjármű forgalmat néhol lassíthatja a beruházás, a kerékpárosok örülhetnek, hogy már szemmel látható eredményei is vannak az útépítésnek. A kerékpáros közlekedés fejlesztését még 2015. novemberében jelentették be. 2017. február 28-án történt meg a szerződéskötés a kivitelezőkkel, és a rákövetkező napon pedig át is vették a kivitelezők ezeket a területeket, és azóta folyamatosan zajlanak a munkák. Jelenleg előkészítő munkák történnek, ami humuszleszedést és fakivágást jelent. Ezen kívül még több helyen földműépítési feladatokat is végez a kivitelező, valamint szegélyépítés és alaprétegépítés is zajlik. A kerékpárút hiányzó szakaszainak kiépítése összesen 2,6 milliárd forintba kerül. Ennek több része van. Rakamasz kül- és belterületén összesen 4,9 kilométer kialakítása 754 millió forintba kerül. Tiszanagyfalu és Nyírtelek között 8,7 kilométer út építésére 640 millió forintot biztosítanak. A Nyíregyháza és Nyírtelek közötti hiányzó szakasz hossza 7,3 kilométer hosszú. Itt 778 millió forint a beruházás költsége, de Nyíregyháza belterületén is érint egy fél kilométert az útépítés, ez 143 millió forint értékű. A NIF tájékoztatása szerint minden a tervek szerint halad. Általánosságban elmondhatjuk, hogy semmilyen olyan váratlan esemény nem jött közbe, ami módosíthatná az átadás várható időpontját, és a tervek szerint június közepén kerül majd átadásra a Tokaj-Nyíregyháza közötti hiányzó kerékpárút különböző szakasza. A fakivágás, illetve a hidaknak az építése az ugye benne van a kivitelezési tervben, erre külön szerződésünk van, minden a megfelelő ütemezésnek megfelelően halad. A projekt részeként egy 3 kilométeres szakaszon Toka és Rakamasz között három régi hidat is felújítanak. 304 millió forintból megújul a Kis, a Görbe és az Aranyos híd.